üzembe helyezték az első mobil kazánt Nagykapornakon. A Makovec Imre általános iskolában eddig egy több mint 20 éves rendszerrel fűtöttek. Az új berendezés ezt teljesen kiváltja, így mostantól az intézmény melegen tartásához egyáltalán nincs szükség gázra. Ezen a beindításra kerül az új pelletüzelésű konténerkazán itt Nagykapornakon. Így indították az elsőt abból a 400 konténerkazánból, melyekkel a közintézmények földgáz felhasználását csökkenti a Technológiai és Ipari Minisztérium. Kutnyászki Zsolt államtitkár bejelentette, októbertől a fűtési szezon végéig az összes ilyen eszközt üzembe helyezik. A Technológiai és Ipari Minisztérium vállalta 400 konténerkazánnak a beszerzését, részben magyar gyártók, részben pedig import termékekből. Amit itt látunk Nagykapornakon, ez egy hazai gyártású 48 kW-os pellettüzelési konténerkazán. A többi konténerkazánnak is a gyártása már elindult, illetőleg november közepére várható, hogy az import konténerkazánok első kontingense meg fog érkezni Magyarországra. 150-en járnak a nagykapornaki intézménybe, ahol mostantól földgáz nélkül is garantáltan meleg lesz. A korábbi elavult technológiát lecserélő energia és költséghatékony fűtés kulcsfontosságú a szankciós energiaválság idején. Ezek körülbelül 20 éves gázkazánok voltak, amik most kiváltásra kerültek. Nyilván ezek már nem az energiatérkörökösség jegyében készültek annak idején, de azt gondolom most így nagyon fontos megjegyezni azt, hogy ez teljesen gázfüggetlen lett az intézmény. Bízok abban, minél több intézményünk át tud térni a pellettüzelésre. A szerkezet működése automatikus, a kezelőnek mindössze az elégett pelletet kell pótolni. Ennek esedékességét a központi rendszer figyeli és automatikusan jelzi. A 300 literes tárolót az időjárás függvényében 3-4 naponta kell újra tölteni.